Úton vagyunk ismét Kanadában. 2500 kilométeres út áll előttünk. Az a terv, hogy végigjárjuk British Columbia, Alberta és a Yukon legszebb helyeit. Vadállatokat fogunk fotózni eredeti környezetükben, a kanadai vadonban télen. Jelenleg süt a nap, 0 fok van, de az előrejelzések szerint mínusz 25 fokra érkezünk, és az ott létünk alatt számíthatunk mínusz 20 és mínusz 40 között bármire. Ez a szélsőséges időjárás próbára teszi az embert, az állatot, a gépet, az autót, minden technikát. Az a célja ennek az útnak, hogy megnézzük, hogy tudunk fölkészülni erre az extrém hidegre, hogy tudunk dolgozni ebben az extrém hidegben, milyen hatással van ránk, milyen hatással van az eszközeinkre és a vadvilágra. Ha érdekel téged ez az utazás, ugor be ide hátra, tarts velünk! Fönn vagyunk a hegyekben egy földúton. Ezt a földutat egy 10 centi vastag, összetömörített hóréteg borítja. Annyi hely nincs, hogyha jönne egy autó szembe, akkor félre tudjunk állni és el tudjunk egymás mellett menni. Gyakorlatilag váll magasságig van oldalt föltúrva a hó. Gyönyörű és feltehetően hemzseg a vadállatoktól. Ott a múz! Ott a múz! Látom! Ott a múz, készülj 72%-al! Készülj 72%-al! Várjál, félreállok! Félreállok, kiszállsz! Kiszállsz, lépésről lépésre, fotózott, közelebb lépsz! Oké? Okay? Fotózott, közelebb lépsz! Sikerült megfordulnunk. Viszont a múz az fantasztikus volt. Igen. És közel engedett nagyon. Az a helyzet, hogy nem rohan el. Azt kell tudnod a kanadai vadonról, hogy van ragadozó állat és van préda állat. A préda állat úgy reagál, hogyha te megpróbálsz bujkálva közeledni felé, jobbik esetben megijed, elszalad. Mondjuk ez a gyakori. Rosszabbik esetben, és főleg akkor, amikor mondjuk párzási szezon van, neked rohanhat. Mennyire voltál az előbb tőlük? Szerintem azért álltunk meg, mert a 72%-ban már nem fér bele, hogyha egy lépéssel közelebb megyünk. Nem mutatott idegességet. Ott volt két fiatal. Nem mutatott idegességet, nem akart elszaladni, nem akart nekünk szaladni. Ette az ágat az út szélén. Készült róla film, készült róla fotó, semmiféle idegességet nem mutat. Megszokták az embert? Nem az, hogy megszokták az embert, hanem szerintem fölismeri azt, hogy... A veszély? Nincs veszélyben? Hogy nincs veszélyben, igen. Egy teljesen neutrális, vele együtt élő lény, aki nem jelent neki se táplálékforrást, sem pedig veszélyforrást. Tehát egy neutrális valami, ugyanúgy, mint mondjuk egy bighorn vagy egy szarvasféle a múznak, egy haver az erdőből. Imádom ezt az utat, imádom azt, kint vagy a kanadai vadonban,
szó szerint a vadonban semmi nincs körülötted, csak a gyönyörű hegyek, a gleccserek, az érintetlen természet és a vadvilág. Járom ezeket az utakat vagy 6 éve, de nem tudom megunni, és soha nem látom ugyanazt az arcát. Leálltak a lencsék, nem működik. Leállt a zoom, leállt a fókusz, nem működik a rendszer. Minusz 22 fok. 2 órája vagyunk kint a minusz 22-ben. 2 óra alatt lefagyott a lencse, nem zoomol, nem áll élesre, nem csinál semmit. Muszáj lesz valahogy védeni a lencsét, mert így nem lehet dolgozni. Itt vagyunk a szálláson a Bölényeknél. A kinti hőmérséklet tartósan minusz 22, este minusz 28 fok. Az van, hogy napközben az objektívek lefagytak. Meghaltak a 70-200-ak, van még egy 200-500, az is hamar lefagyott. Annyira, hogy sem a zoom, sem a fókusz nem működött, de még manuálban sem. Van még egy fix 500, az egy kicsit jobban bírta, de az is nagyon küzdött. Éreztem, hogy a határán van. Azt találtam ki, hogy levágjuk egy polárpulcsi és egy tollkabát ujját, és azt teszem fel az objektívre, mint 2 hőszigetelő réteg. Normál esetben ezeknek a cuccoknak engem kellene melegen tartania, de most fontosabb az, hogy dolgozni tudjunk. Csak azon agyaltunk egy kicsit, hogy a terepkabátot áldozzuk be, vagy a tollkabátot. A tollkabát lett az áldozat, mert a terepkabátot jobban szeretem, és tollkabátból van egy csomó a kocsiban. Hát, tudom, nem egy NASA technológia, de védi az objektívet, és tudok dolgozni. Ne kérdezd, hogy miért nem vettem lenszkótot. Azért, mert ha órákon át kint vagy a mínusz 22-ben, ez egyszerűen nem elég. Ha pedig zoom lencsét van, mint itt az a 200-500, aminek mozog a tubusa, azt nem tudod védeni. Szóval a lenszkót ez esetben nem ideális választás. Egyébként pedig itt és most kellett improvizálni, mert rengeteget utaztunk és fagyoskodtunk a Bölényeknél, most nem mennék haza kép nélkül. Szóval ezt találtam ki. Téli farkasok ott az erdőszélben.
találtunk egy szarvas csontvázat, és látok itt különböző nyomokat. Ezek nagy nyomok, talán bölény nyomok, ott vannak kis szarvas nyomok is. Ez valószínűleg egy sikeres vadászata volt például egy farkasnak. Bölény üdülék mindenhol. Itt aludtak, ez a fésze. Itt látszik, ahogy kifeküdték. Az történt az előbb, hogy ez a gyors cseretalp kilazult. Valószínűleg az történt, hogy a különböző fémek különböző módon, különböző mértékben zsugorodnak a hidegben, és egyszerűen kilazult ez a talp. Újra kellett húzni. Tegnap történt az az eset, állványlába. Ugyanez a jelenség. Valószínűleg szobahőmérsékleten ez a csatlakozó elég erősen szorít. A nagy hidegben valószínű itt is különböző fémek találkoznak, különböző mértékben zsugorodott, és amikor próbáltam kiengedni az állványlábát, egyszerűen kicsúszott. Tehát újra kellett húzni, újra kellett szorítani ezt a csatlakozót is. Megyünk föl a hegyekbe, emelkedünk körülbelül 1500 méter magasra, és valami borzalmasan rossz úton, úgyhogy ha... Csörgünk-zörgünk, és hogyha nagyon remeg a kép, akkor valami elképesztően rossz úton megyünk. Csak láttam egy ilyen útszéli vízesés, és gyönyörűen jött lefele. Az történt, hogy megtapasztaltuk a hidegnek egy olyan arcát, amit korábban soha, nem is azt mondanám, hogy hideg, hanem extrém hideg. Az eset, amiről beszélni fogok néhány nappal, jó néhány nappal ezelőtt történt. Most arra tudunk úgy beszélni róla, hogy a beszédünk ne legyen tele nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel. És ne sírjunk, ja? És ne sírjunk, és ne legyen az arcunk olyan, mint akit éppen agyonvertek, vagy... Elmondom először is, hogy milyen körülmények között voltunk. Minusz 25 fok. Tetézve. Sacsorok, tehát ezt nem tudtunk utána nézni, hogy milyen szélerősség volt. Én sacsorok olyan 30-50 km/h szélsebességre, jégmezőn. Azt képzeld el, hogy a mínusz 25 önmagában is nagyon durva, de amikor fúj hozzá ez a 30-50 km-es szél, és viszi bele az arcodba a havat, de sokkal inkább a jeges havat, vagy a jégszilánkot. Na ez az a hideg, ami már annyira fáj, hogy menekülsz. A táj elképesztően gyönyörű. Gyakorlatilag, mintha nem a földön lennél. Ebben a hóviharban szürreális. Teljesen szürreális, olyan, mintha ha tényleg egy másik bolygón lennél, és egyedül vagy ott, senki nincs a közelbe sem. Az autóból keletkezett bennünk az érzés, hogy úristen, itt megállunk,
szanaszét fotózzuk, filmezünk, mindent fogunk csinálni, soroltuk az ötleteket egyiket a másik után. Aztán félreálltunk a helyszínen, kiléptünk az autóból, és jött a sok. Amikor lefagy az arcbőröd, lefagy az ujjad, érzed, hogy a szemedet nem tudod kinyitni, mert vágja bele a szél a jeges szilánkot. Föltehetek szemüveget, de rögtön ráfagy ide az óramra. Napszemüvegről beszélek, vagy valami ilyen visszemüvegről. Az enyém polár szemüveg, aminek az a hátránya, hogy nem látom vele a fényképezőgépnek a kijelzőjét, tehát nem tudom használni. Azonnal csontig hatol a hideg, fúj át rajtad a szél. Elkezdtünk dolgozni, mert a helyszín, a látvány annyira magával ragad, hogy nem tudod otthagyni. De körülbelül 5 perc. 5 perc, amit bírsz. Próbáltunk csinálni mindent, amit elterveztünk, de egyszerűen nem lehetett másra koncentrálni, mint hogy menekülni innen. Ez a hideg fáj. Csináltunk valamit. Első 5-6 percben. Fölállványoztam, föltettem a kamerát, hogy vegye, amit csinálunk, vegye ezt a földön kívüli látványt, vegye ezt a hóvihart. Egy pillanatra engedtem el a kamerát, oda mentem a páromhoz, hogy öntsek neki forró teját, mert 5 perc és véged van. Abban a pillanatban, amikor ott hagytam a kamerát és oda mentem a termosszal a páromhoz, abban a pillanatban jött egy olyan széllökés, ami fölborította a kamerát. Álványostól fölborította a kamerát, és belevágta a jeges, sziklás hómezőbe. Már nem is fáztunk. És tudunk röhögni rajta ma? Szerintem telefonon megvan az a... Párbeszéd? Az a párbeszéd, amiben... Hogyha azt cenzúrázni kéne úgy, hogy csak a nyomdafestéket tűrő részek maradjanak benne, akkor összefüggő sípolás lenne. A kamera szilánkokra dönt. Máig nem értem, hogy tud az állvány vékony lábaiba belekapni a szél. A kamera nem olyan nagy felület, hogy abba is bele tudjon kapni, legalábbis én azt gondoltam, hogy bele tudjon kapni és föl tudja borítani. Mégis ez történt. Van az a szél, ami belekap és fölborítja. Hát összetörni egy kamerát nyilvánvalóan nem vicces, és költségben sem elhanyagolható. Amit erre az egészre ilyen összefoglalóként tudnék mondani, az, hogy van az a hideg, ami már annyira fáj, hogy egyszerűen nem tudsz másra figyelni, mint hogy menekülni innen. Dekoncentráltá tesz, figyelmetlenné tesz. Amit dolgoztunk, az is végig rossz beállítások. Az alatt az idő alatt csináltunk, visszanézve otthon, semmi nem használható benne. Semmi az égvilágon. Mindent rossz beállítással csináltunk. És még a kamera is összetört. Ezt jelenti az, hogy egyszerűen nem tudsz másra figyelni. Amit eddig tudtál, azt is elfelejted. Nem tudsz másra figyelni, mint hogy védd magad a borzalmas hideg ellen. Én imádom ezt az utat, ez gyönyörű. Elképesztően szép. Járom ezt a vidéket, vagy 6 éve nem láttam még ugyanazt az arcát. Egyszerűen hemzseg rajta a vadvilág. Gyönyörű tájban ott van a vadvilág. Nézd meg, ennyire közel lenni? Európai ember számára ez a szokatlan, ezt nem hiszed el. Ezt nem hiszed el, hogy ennyire közel tudsz hozzá lenni, és úgy tudod őket fotózni eredeti élőhelyükön, hogy nem tekint téged stresszforrásnak. Nem egy feszült izmokkal ott álló vadállatot látsz, hanem egy relax állapotot,
élik a mindennapi életüket stresszmentesen, háborítatlanul a vadonban. Oda tudsz hozzá menni. Ennyire közel. Igen, ennyire közel oda tudsz hozzá menni, és akár egy telefonnal tudsz olyan képet csinálni, hogy a vadállat kitölti a képet, és ott van a háttérben. Letekered a kocsi ablakot, és ez van. Letekered a kocsi ablakot, kinyúlhatsz, és megérintheted. És mindeközben kint vagy az érintetlen kanadai vadonban. A szemed láttára zajlik a természet. Együtt vagyunk velük. A szó legszorosabb értelmében centikre ott lehetsz tőle, és figyeled azt, mint egy kívülálló megfigyelő, hogy élik az életüket, és zajlik mindez egy gyönyörű környezetben. Olyan tájon, hogy ez valami elképesztő. Néha csak állunk és nézünk, és azt mondjuk, hogy ide vissza kell jönni minden évszakban, mert ez káprázat. Ott vannak a múzok. Nőstény jávorszarvas a borjával. Le tudsz menni? Kb. Gatya. Szövemig ér a hó. Nem tudok lejönni. Hallod, menj le, leadom a cuccot. Próbáljuk meg. De várj, menjek utána? Vagy csak ide, itt? Nem tudsz utána jönni, mert derékig ér a hó. Hát akkor próbáld. Jó. Ajaj. Babi, nem megyek, mert az árvánnyal nem bírok. Maradj ott! Na? Ott vannak bent. Nem mennek sehova. De jó. Ott fekszik lenne. Segítsek! Ott vannak bent! Nagyon nehéz ilyen mély hóba menni. Szóval az van, hogy egy nagyon fiatal, max. Egy éves kis borjú, jávorszarvas borjú, meg az anyja, jávorszarvas tehén, ott fekszenek az erdő alján. Semmit nem csinálnak. Besétáltak ott az előbb, azon a nyomon, lefeküdtek. Nem ijed meg, nem zavartatja magát. 5 méterre voltam tőlük szerintem. Ott éreztem azt a pontot, ahol olyan picit úgy néz, hogy ez már az a határ, hogy ne közelebb. Nem is mentem közelebb, nem akartam őket megzavarni. Föl se álltak, tehát ott fekszik nyugodtan a múz tehén. Van hozzám közelebb, a borja az ő fedezékébe hátul, ott fekszik és csak nézelődnek. Tündéri jelenet, aranyos állatok, rendkívüli élmény, viszont ilyen hóba nagyon-nagyon nehéz menni. A legrosszabb az, hogy annyira erőlködsz, hogy elfogy a levegőd, hangosan zihálsz, erre nyilván felfigyel az összes élőlény. Másik nagyon kellemetlen, mindenhol föl vagyok öltözve, nem fázok. A cipőm, a cipő és a nadrág találkozásánál bemegy a hó, és elfagyassza a bokámat. Hiába kötöm össze a sígatyát alul, akkor is bemegy a hó. Tehát amikor övvonalig ér a hó, és abba kell gyalogolni, akkor bele fog menni.
hátunk mögött tudva ezt a két hetet, mit gondolsz? Jól felkészültünk? Hát nézzük sorba. Sorba? Autó? Mondjuk. Autó. Hát az autóval milyen gond lehet? Akkumulátor tökéletesen bírta, most volt szervizelve. Van az autón összkerékhajtás, választható hajtási módok úgy, mint havasúton, jegesúton, ezeket használtuk. Speciális téli gumink volt, hóláncunk volt, sehol semmilyen problémánk nem volt az autóval. Szerintem ez pipa. Uh-huh. Következő mi lehet? Hogy készültünk ruhákkal? Jól készültünk, mindent hoztunk, valószínűleg már nem fáztunk meg. Hát volt nálunk sínadrág, softshell nadrágok, valán fölülről. Mi ez? Polárpulcsik. Polárpulcsiból vékonyabb, vastagabb, hőtükrös. Egyáltalán nem fáztunk, tudtunk rétegesen öltözni. Sapkák, kesztyűk minden mennyiségben. Hát volt legalább 5 sapka, 5 kesztyű fejenként. Mindegyik használatban volt, jól forgott. Egy dolgot legközelebb hozunk, a Vecser zónába maszkot kell felvegyünk. Hát az ott hamarabb. Azt megtanultuk, azt a leckét, hogy az ellen, a szél ellen védeni kell az arcot. Következő téma. Fotós tuccok, mondjuk. Fotós tuccok tökéletesen bírták az objektívet leszámítva. Meglepő, hogy a gépvázzal és a gépekben lévő akkumulátorral semmi probléma nem volt. Az objektívek fáztak, de rájuk tudtunk kabátot adni, és így ez a probléma is megoldódott. Igen. Meg az a kis állványcsavar, de az is. Így van. Mi magunkat hogy tartottuk melegen? Mi magunkat jól tartottuk életben. Étellel, itallal. Csak a hűtőtáska és a termosz, ami ilyenkor szóba jöhet étterem néven, abból kell enni, inni, nincs más lehetőség. 5 termosznyi kávé teja volt nálunk, azzal elboldogultunk, hűtőtáskába sütöttünk le, húst vittünk, közértből instant levest, mi volt még nálunk, szendvicseket csináltunk. Tehát előző nap a szálláson elkészítjük, vagy aznap reggel az aznapi betevőt. Szerintem egész jól megoldottuk. Kisebb-nagyobb hívákat leszámítva elég jól felkészültünk. Azt gondolom, hogy elég jól felkészültünk, amiben nem, ott pedig a leckét megtanultuk. Ennyi volt a két hetes fotótúra, indulunk haza. Láthattátok a filmben, volt benne jó is, rossz is bőven. Ha tetszett a film, megköszönjük, ha lájkolod. Hasonló tartalomért iratkozz fel a csatornánkra. Követhetsz minket a Facebookon is, ahol rendszeresen bejelentkezünk. Ha szeretnél velünk fotózni, csatlakozz hozzánk, Fotózz velünk Kanadában!